Köszöntök mindenkit, ez itt ismét a Behind the Books, és egy szlovák szerzőnő a beszélgetőtársam, Szuzana Szmatlakova, akinek a Women Press kiadó gondozásában az első magyar könyve jelent meg, aminek a címe Nem történt semmi, Izsák Boda Bianca fordításában. A regényről és az eddigi életútjáról fogjuk röviden kérdezni. Ebben a regényben egy stand-up színpadon állunk, ahol egy nő elmondja a saját történetét, vagy nem a saját történetéről van szó? Zaujímavé na tej knihe je práve to, že čitateľ sa to má dozvedieť, či príbeh sa tam rozpráva, kto je naozaj aktérom toho skutočného príbehu, hoci máme aktérku na javisku. Vlastne tá disproporcia toho, že niekto rozpráva príbeh, ktorý nemusí byť jeho vlastný, a dokonca rozpráva ho niekomu, kto je do toho príbehu zainteresovaný, tam vytvára vlastne tú zaujímavú sieť, respektíve také zaujímavé vrstvenie. A vlastne to bol aj môj zámer, aby to bolo pre čitateľa zaujímavé, aby si to možno chcel niekto prečítať aj viackrát a trochu sa v tom nejako povrtať, že čo znamená. Mne sa páči, keď čitatelia rozmýšľajú a ráda ich na takúto cestu takého toho rozmýšľania a interpretácie pozvem. Tehát valójában a könyv arról szól, hogy lehetséges-e, hogy valaki elmond egy történetet, ami nem is a saját története, és miközben aki, az a célközönség, akinek meséli a saját történetét, mint ez a nő, aki a színpadon áll, a célközönség sorai között található egy férfi, aki érintett ebben a történetben, és ez egyfajta hálót vagy rétegeket hoz létre, ez volt az írói szándékom, amikor írtam ezt a könyvet, ugyanis szeretem, hogyha az olvasók gondolkodnak sokat, illetve azt is szeretem volna elérni, hogy az olvasók többször is olvassák ezt a könyvet, és folyamatosan fedezzenek fel új rétegeket a könyvben. Ha már a rétegekről beszélünk, akkor az elsőleges maga a sztori, ami egy szerelmi történet, de a regény második rejtett szála a közösségi média veszélyeiről, illetve az elmagányosodásról is szól. Ez szándék volt-e, és ő maga szerint ez hogyan jelenik meg a műben? Áno, bol to jeden zo zámerov. Samota, taká hlučná samota vlastne v tom prebytku informácií na sociálnych sieťach, prebytok informácií o sebe samom na sociálnych sieťach. Tie sociálne siete sú tam naozaj ako keby ďalšia postava, jedna z tých hlavných. A sociálne siete tam vystupujú ako platforma, ako javisko, na ktorom sa niečo môže odohrávať. Potom tam máme aj reálne javisko, na ktorom sa niečo odohráva, ale teda toto je taký ten odkaz na to javisko, také online javisko. Sociálne siete sú tam zobrazené aj trošku nebezpečne, napríklad v situácii, keď žena, ktorá je na pódiu, pošle všetkým, ktorí sú v hľadisku, správu, pretože vie, kto prišiel na podujatie, pretože to ona ako organizátor podujatia vidí vlastne v tých, akože, ako sa to volá, v tých settings, vlastne v tých nastaveniach toho eventu. A sociálne siete sú tam aj ako čosi nebezpečné, ako nejaký determinant, pretože tá postava sa pýta, že prečo sme tým človekom, ktorým sme, prečo robíme veci, ktoré robíme. A snaží sa ona dohľadať nejaké príčiny svojich vlastných činov a ukazuje sa, že nielen klasické determinanty fungujú, ale že funguje vlastne aj nejaký nový determinizmus sveta, ktorý sa odohráva v podstate na obrazovke. Takže áno, a tá samota v rámci toho, samozrejme, tá hlučná samota, ktorá až kričí vlastne medzi všetkými tými informáciami a fotkami, ktorá kričí z tej ženy na javisku, bola tiež je to tiež jedna z tých dôležitých tém, o ktoré som sa snažila zobraziť. Ez valóban szándék volt, és egyfajta hangos magányt szerettem volna megjeleníteni, az, hogy mennyire túltömöttek vagyunk az információk által, amelyeket a közösségi médián találunk, saját magunkról is, ugyanis mi is alkotjuk ezeket, és a közösségi média egyfajta plusz szereplőként is szerepel a regényemben. Található ott egy színpad, de egy virtuális online színpadról is beszélhetünk, mint a közösségi médiáról, amely egyfajta veszélyt is hordoz magában egyúttal, ugyanis a nő,
aki a színpadon áll, azáltal, hogy ő a rendezvénynek a szervezője is, egy eseménynél, tehát Facebook eseménynél látta, hogy ki vesz részt az üzeneten, ki vesz részt az előadáson, és minden nézőnek küldött egy üzenetet, és ezáltal szeretem volna rávilágítani arra is, hogy nem csak az determinál bennünket ugye a szokásos dolgok, hanem hogy ezáltal kénytelenek vagyunk elgondolkodni azon is, hogy miért vagyunk olyan emberek, akik vagyunk, vagy mi befolyásol bennünket, és ezt az újfajta determinációt most egyre jobban a képernyők világában fedezhetjük fel, és ez a magány, valamint az, hogy túl sok információval szembesülünk, ez nagyon fontos szerepet játszik, nem csak a főszereplő életében, hanem a sajátunkban is. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt a sodró lendületű, humoros és másodjára és harmadjára is meglepetéseket kínáló könyvet.